Három pedagógus generációt köszöntöttek szerdán a Megyasszai Házban. Az eseményen a pályakezdő, a nyugállományba vonuló és a díszdiplomás tanítókat, tanárokat ünnepelték. A pedagógusok fontos szerepet játszanak mindannyiunk életében. Munkájuk során nem csak tananyagot, tudást adnak át, hanem odafigyelést, emberséget, életre szóló útravalót, emberi példát, miközben közösséget is építenek, hangzott el az ünnepségen. A több generációt megtisztelő eseményen elsőként Balogh László, Nagykanizsa polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Tanárként az a hivatásunk, hogy átvéve a szülőktől vezessük a gyermeket, amíg ő biztos léptekkel elindul saját céljai felé. Ezen fontos átmeneti létszakaszon van dolgunk és felelősségünk. Feladatunk erkölcsi út és példamutatásunk, hogy a gyermekből felnőtt legyen, döntésképes, felelősséget vállalni tudó közösségi. A pályakezdő pedagógusok idén összesen 16-an ezen az ünnepségen tették le esküjüket. Hogy választott hivatásomat, emberséggel, szaktudással végezzem. Az eskütétel után a nyugállományba vonulókat köszöntötték. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum, a Nagykanizsa Központi Óvoda, a Piarista Iskola és a Kanizsai Kulturális Központ munkatársai kaptak oklevelet, majd az általános iskolákból és gimnáziumokból nyugdíjba menő pedagógusoktól köszönt el Magyar Ferenc, a tankerület igazgatója. Optimizmus nélkül igazi pedagógus el sem képzelhető. Hiszen ma igazi pedagógusokat köszöntünk, akiknek életútja igazolja a Klébezbergi tételmondatot, hiszen pályájuk minden nehézségével, kihívásaival együtt, vagy inkább mindazok ellenére megmaradtak hivatásukban, és szolgálatukkal sok-sok hajnali gyermek boldogulását alapozták. A szerdai ünnepségen adták át az arany, gyémánt, vas és rubin díszdiplomákat. A jubileumot ünneplők közül többen egészségi állapotuk miatt nem tudtak részt venni az eseményen. Jelen volt viszont az 1938-ban született Kertész Tamás, aki 1958-ban kapta meg tanítói oklevelét, és egészen 1998-as nyugdíjazásáig dolgozott. Nem a pénzért lettem pedagógus, annak egy nagyon érdekes története van, mert az Nagykanizsán az Rinyi iskolába jártam, és ott Tornyos Miklós volt az igazgató, és én nem tudom, hogy vette észre, hogy én pedagógus legyek. Annyit az emlékezetemben megmaradt, hogy ha ott értekezett volt, akkor a 8. vagy 7. kivettek, és be kellett mennem abba az osztályba, és ott vigyázni a gyerekekre. Úgyhogy tulajdonképpen aztán úgy kezdődött a dolog, hogy anyámat beivatták, és mondták, hogy én pedagógus leszek, és mentem az egerszegi tanítóképzőbe. A rendezvény végén közös pohárköszöntőre és állófogadásra várták az ünnepelteket.